A Hajósi Sváb Néptánc csoport és kórus összetartó közösség. Számos programot szerveznek. Tőlük származott a hagyományos sváb disznóvágás megrendezésének ötlete is, amelyen idén többen népviseletben jelentek meg. Sőt, néhány táncos az egyesületek ház előtt táncra is perdült, a kórus pedig sváb dalokat adott elő. A tánccsoport, akik jövőre 60 évesek, minden jóban benne vannak természetesen, jó kis, nagyon jó kis csapat, nagyon jó összetartás van, és igyekszünk minél több felé fellépni. Ugye 63-ban alakult a tánccsoport, azóta több generáció adja át egymásnak a hagyományokat lényegében. Pár éve csatlakozott hozzánk az énekkar is, az egyesülethez, és sokszor velük is együtt járunk fellépni. Az óvodában is vannak csoportok, illetve az általános iskolában is, úgyhogy mi megpróbáljuk az utánpótlást nevelni. A Sváb Néptánc csoport egyik alapítója és koreográfusa Cifra Jánosné Márta néni, aki bár táncolni már nem áll be, de a kórust erősíti, ha kell. Unsere Ahnen sind vom Schwabenland eingezogen in ein fremdes Land. Ott nekem ez az ötletem, hogy felépült kulturázunk, ugye Hajóson, és mindnyájan nagyon örültek neked, és akkor a környező falvakból hoztak ide csoportokat, táncot, éneket, egyebet, és akkor én elhatároztam, mikor vége lett, hogy hát ilyet mi is tudunk csinálni. Nekiálltam, elmentem mindig a nánikákhoz, és akkor vittem azt a 10 kilós magnót mindig magammal, és fölvettem a dalokat, a táncokat megtanultam, a házaspárok segítettek, tanítványaimnak a szülei beálltak, és ilyen, utána jöttek a fiatalok automatikusan. Das Edelweiß ganz blutig rot hielt er fest. Wir tragen in Hajós gefundene und in Hajóser Spinnstube gesungene Lieder, was wir von unseren Eltern und Großeltern gelernt haben, sowie nicht nur in der Spinnstube, sondern auch im Schweinschlachten, im Abendlandfest, da ist immer die Ziorgel herausgekommen, weil in jedem Haus war ein Mann, der mit diesem spielen konnte. Und dann haben die Familie miteinander gesungen. Das war eine wunderschöne Zeit. Es war immer für alles Zeit. Und das möchten wir jetzt wieder vorbringen, dass die Leute kommen und dass wir uns gut fühlen nach der Pandemie. Waren wir eingeschlossen, wir könnten nicht singen und jetzt sind wir froh, dass wir hier rein können. A hajósiak az úgynevezett fekete svábok csoportjába tartoznak, ünnepi viseletük a fekete. Erősen hatott rájuk a közeli sárközviselete is, szoknyájuk mintás kasmír, fejfedőjük gyöngyöktől fényli. A kötény is egy nagyon, nagyon drága, ilyen sejemtaft anyagból van. Látszik, hogy a fölsőnk a leves, ezt levesnek hívjuk, ez egy francia bársony darab. Aztán a gyöngyökön is látszik a nyakláncainkon, hogy azért itt a környékbeli nemzetiségeknél is ezek előfordulnak. A zsebkendő, ugye ez egy általános arab darabja minden viseletnek szinte. Általában monogrammal, vagy pedig a születési évszámmal látták el. És mivel a svábok elég takarékosak voltak, a régi olyan szoknyáikat, amik már kopottabbak voltak, és nem tudtak felső szoknyának használni, ezt piros színűvel beszekték, és ezeket használták akkor a szoknya alatt, és akkor, hogyha mindegyiknek piros az alja, akkor egy ilyen nagyon szép színt adott a virágos szoknyához. Ezt úgy is hívják a svábul is, hogy rot exumide, tehát pirossal beszegett. 50 éves jubileumukon rekordot állítottak. A kisváros 1000 lakosa öltött népviseletet és csatlakozott a táncosok menetéhez. Biztosan jövőre, fennállásuk 60. évfordulóján is sikerül megmozgatniuk a város apraját, nagyját.